December 3-án a Szadai önkormányzat jóvoltából Mikulás ünnepséget tartottak Szada főterén, a faluházban pedig az Advent Szadán elnevezésű programsorozat második állomásaként kézműves foglalkozásokkal várták a gyerekeket. A karácsonyi készülődés előfutáraként megrendezett családias hangulatú rendezvényen számos érdeklődő vett részt. Szeretettel köszöntök mindenkit, elsősorban a gyerekeket. Szerbusztok gyerekek! Tudjátok, miért jöttünk ma ide? Elmondom, aki jó gyerek volt, a Jézuska küldött egy Mikulást, és a Mikulás bácsitól, aki jó gyerek volt, kap valamit. Aki rossz gyerek volt, az majd virgácsot kap. És aki még jobb gyerek volt, az majd otthon is, a szülőktől, édesanyától, édesapától, a Mikulás bácsi megbízásából, Jézuska ajándékát meg fogja kapni. Úgyhogy nagyon-nagyon jó gyerekek legyetek. A gyerekeket Sólyom Tamás és Revucki Nóra a Földre száll a Hóember című zenés bábos interaktív Mikulásváró műsorral szórakoztatta. Kristálypille, puha hó, csillagszárnyon utazó, libegő, lebegő, pihemintás levegő. Hópilléje zuzmara, csipketáncból szőtt ruha. Téli idő szempillája, égföld pislog így magára, ide nézve, oda nézve, ezüst sűrű hóesésben. Hó, hó, friss hó, angyal váró, gyöngyen hulló, gyöngyvirág hó, csipaszbokrok csipkézője, fákfodros fejkötője, kerítések keszkedője, hegyek, völgyek ünneplője. Csillang-ringang az utcán, csilingel a rakott szár, kocog vele két jó, szikrázik a szép hó, fiúk labdát gyúrhatnak, piros lányok jújgatnak. Csing-lang, ding-lang az utcán, csilingel a rakott szán. A műsor alatt forró tea, sütemény, arcfestés, illetve ingyenes pónilovaglás várta a gyerekeket. Hát a Szadai főtéren ilyen szerényen szerveztük a Mikulás napi ünnepséget. Meglepetés volt az, hogy ugye egy műsort szerveztünk, ami most is hallatszik, és nagyon-nagyon megvannak vele elégedve, dicsérték az előbb itt a közönség soraiból, kérdezték, hogy kik ezek. Azon kívül ugye a Szadai Nyugdíjas Klub, aki minden gyereknek ingyen palacsintát süt, és annyit, amennyit kérnek, tehát folyamatosan mennek el a nyugdíjas mamik, ha elfogy a palacsinta, már hozzák a másik adagot. Ez volt a mi meglepetés. A meglepetés az, hogy Versetyánzról béreltünk két kis póni lovat, és hát ezzel a gyerekek rettenetes élményre tesznek szert, ugye lovagolhatnak itt a főtéren. Az, ami itt ma történik, és a vendéglátás, az a önkormányzat konyhájának, munkatársainak a segítségével történik az egyik, a forralt tea és a sütemény, de az, ami a műsort és ami a kiadásokat illeti, a hangosítástól a műsorszervezésig, a póniloig, ez a gyerekek ajándék, gyerekeknek ajándék az önkormányzat részéről. Az önkormányzat képviselő testülete minden évben Mikulás napra megszavaz egy bizonyos összeget, amiből ezeket tudjuk finanszírozni. Nagy örömünkre, mert látható, hogy rengeteg gyerek élvezi ezt, és hát nekünk az első, a legnagyobb kincsünk a gyerekek. Éméből fölzengő, csing-ling-ling, száncsengő, száncsengő, csing-ling-ling, télöklél halkan ring, földobban két nagy ló, kop-kop-kop, nyolc patkó, nyolc patkó, kop-kop-kop, csöndsákból hangot lop, szétmáló hangerdő, csing-ling-ling, száncsengő, száncsengő, csing-ling-ling,
A harmadik meglepetés majd a Mikulás lesz, ugye, hát itt el lehet árulni, hogy ugye a Jézuska a polgárőrség parancsnokát öltöztette be, és ő lesz a Mikulás, és hát majd a Mikulás ugye a gyerekeknek egy kis csokoládét, szaloncukrot, meg egyebet fog osztani, hát ilyen előjutalomként, mert ugye aki nagyon jó viselkedett, az majd megkapja a Jézuskától, otthon a szülőktől, a karácsonyfa alatt, meg Mikulás csizmába az ajándékot. Mindeközben a karácsonyi készülődés jegyében a Székely Bertalan Művelődési Házban a gyerekek kézműves foglalkozásokon vehettek részt, melynek keretében saját maguk készítettek ajándékot az ünnepekre. És már 12. éve szervezzük az Advent Szadán című programsorozatunkat, ami azt jelenti, hogy 3 hétvégén keresztül próbálunk minden módon hozzájárulni ahhoz, hogy az emberek, mire eljön a Szent Este, nem csak fizikai, hanem lelkileg is odaérjenek az ünnephez. Itt az első szombatot mindig a lakások öltöztetésére szálljuk, elkészülnek az adventi koszorúk, a kopogtatók, az asztali díszek, ahol ma vagyunk, ez a második alkalom, itt ajándékokat készítünk, nagyon fontosnak tartom, hogy apróságokat, de saját kezűleg készített ajándékokat vigyenek a gyerekek, és ne a boltokat járva találják meg azt, amit mondjuk esetleg a szüleiknek, vagy a szülők a gyerekeknek szánnak. Ez a körmöcske, sok kis körmöcskéje van, zsinór készül belőle, igazából ez egy horgoláshoz is hasonlít, kötéshez is a végtermék, és ezekből a kis kukackákból, vagy zsinór darabokból mindenféle szép virágot, karkötőt készíthetünk ajándékba, gombbal díszíteni, gyöngyökkel, sok szépséget lehet. Mennyire gyorsan lehet elsajátítani ezt a technikát, és milyen kortól tudják már a gyerekek ezt használni? Hát itt az előbb egy kis srác, hány éves lehetett? 4. 5, lehet, hogy még annyi sem, és már apukája segítségével tudta. Tehát igazából a kezdeti lépések után, szerintem egy 5-10 perc után megy, és egy kis virág fél óra alatt elkészül, 30-45 perc. Vannak visszatérő kézműves foglalkozás vezetőink, vannak újak. Hát Dula Éva már nagyon régóta jár hozzánk, általában textilekkel dolgozunk, olyan fenyőfadíszek, illetve angyalkák készülnek. Van új vendégünk, ő megpróbálja a természetes termésekből elkészíteni a különböző kis karácsonyfadíszeket, de fűzünk gyöngyöt, díszítünk gyertyát fahéjjal, sütünk mézes kalácsot. Egy dolog köti össze a foglalkozásokat, hogy próbálunk természetes anyagokból, a körülöttünk lévő dolgokból elkészíteni, és ezzel nagyon személyessé tenni az ajándékozást. Ta-r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 a